Kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A ma esti beszélgetésnek az lesz a címe, hogy azok a boldog szép napok. Régen volt a 80-as évek. Azért ezt a címet, vagy ezt a kérdést választottam címül, mert 366 nappal ezelőtt, tavaly augusztus 29-én itt a Szigligeti Jagtáborban volt egy beszélgetés, az első jagfüzet 30. évforduló, vagy megjelenésének 30. évfordulója alkalmával, és ez a Fasírt, vagy Viták a fiatal irodalomról című könyv volt. Erről beszélgettek fiatal irodalmárok, és Dunajcsik Mátyástól elhangzott az a mondat, hogy a 80-as évek baromi régen volt. Tekintve, hogy ez a könyv 82-ben jelentett, és Dunajcsik Mátyás 83-ban született, ez mindenképpen egy fura kijelentésnek fogható fel. Meglepetés viszont nekem azért nem okozott, mert így az elmúlt években tapasztaltam egy olyan kritikusi, ebből a generációban néhány olyan kritikusi megnyilvánulást, ami minthogyha arra célzott volna, vagy azzal kísérletezett volna, hogy felmérje, hogy bizonyos irodalmi szövegek, például Eszterházy Péter termelési regényének bizonyos fejezetei, Hajnóci Péter novellisztikája, Tarr Sándor novellisztikája, vagy éppen Petri György költészete, mennyire tapadnak ahhoz a korszakhoz és ahhoz a társadalmi és politikai helyzethez, amiben megszülettek. Hát ez konkrétan a 70-es évek második fele és a 80-as évek. Mennyire tapadnak ehhez a korszakhoz, vagy mennyire választhatók le arról? Tehát, hogy volt egy egyébként megsüvegelendő nemzedéki újraértés ezekben a szövegekben. Abban a szempontból most teljesen irreleváns, hogy helyén való az az állítás, hogy ezek végzetesen és végérvényesen tapadnak a korszakhoz. Tovább többen ezt állapították meg, és hogy alig kínálnak fogódzókat az újabb olvasói generációkhoz. Mondom, hogy az helyén való az szerintem most a mi szempontunkból irreleváns. Sokkal inkább az az érdekes, hogy nagy távolságot érzek eközött a generáció tagjai, néhány tagja között. Általánosnak semmiképpen nem nevezhető, de mégiscsak valami generációs élmény az, hogy óriási távolság mutatkozik a 80-as évek és a, nem tudom, a mi jelenünk között. És ez már csak abban a szempontból is érdekes, hogy tagjai vagyunk egy olyan körnek, aminek az előtörténete vagy a története elválaszthatatlan a 80-as évektől. És hogy azt hiszem, hogy a saját identitásunk is csak az alapján elbeszélhető, hogy akár a rendszerváltás után szocializálódtunk, akár az előtte lévő évtizedben, hogy mit is gondolunk erről. És hát erről fog szólni lényegében a mai beszélgetésünk, és generációs kérdéseket is igyekszem majd feszegetni. Az egésznek pedig az alapja Németh György, a József Attila kör története című jagfüzete, és ebből a szövegből való utakat keresünk meg, és az alapján próbálunk erről beszélni a vendégénkkel, vagy vendégeimmel, akik Mennyhért Anna, irodalomtudós költő, és a József Attila kör elnöke volt 2000 és 2006 között, Haraszti Miklós, a Beszélő alapító szerkesztője, az egykori demokratikus ellenzék tagja, volt országgyűlési képviselő, és Szegő János, szerkesztő, kritikus szerkesztő. Leendőrszegő. Azzal szeretném alapvetően kezdeni, hogy tekintve, hogy jagtáborban vagyunk és a jagtörténetéről fogunk beszélgetni, örülnék, ha mindenki, hogy mindannyian elmondanátok a jag alapélményeteket, hogy kerültetek kapcsolatba a körrel, kitől kaptatok ajánlásokat, mikor a körbe jelentkeztetek, vagy milyen olyan személyes élmény kötődik akár a Szigligeti Alkotóházhoz és a jagtáborhoz, ami olyan érdekes lehet mindenünk számára. És dramaturgiai okokból a Jánossal szeretném kezdeni. A dramaturgia azt jelenti, hogy a legkevésbé érdekesebben esünk túl, és akkor jöjjenek majd a elnöknek, illetve a veteránnak a történetei. Jó. Legyen így. Már is érdekesé tettem, rendben van. Én szerintem először 2005-ben még Mennyhért Anna elnöksége alatt voltam itt Szigligeten, akkor 23 éves voltam, és évekig korábban úgy nem nagyon mertem eljönni, mert úgy éreztem, hogy ez így nagyobb léptékű dolog, mint mondjuk amilyen én vagyok, és amikor elkezdtem érdeklődni a jak iránt, akkor még a jaknak egy nagyon régi honlapja volt, ahol egy jak állat volt azt hiszem a logó, és nagyon izgatott engem például, hogy fönt volt az összes József Attila körtagnak a lakcíme, és például megtudtam, hogy Bacsó Béla mellettem lakik, és például ilyen információkra tudtam bezsebelni, amúgy pedig Fodor Péter, Szirák Péter,
ők voltak mondjuk az Vaderna Gábor, akik így próbáltak ide csábítani, és akkor úgy tűnt a JAK, mint amelyik egy nagy múltú egyesület, arról azért már tudtam, és akkor valamiért ez a kritikus, irodalom-teoretikus vonal nekem erősebb volt, és kevesebb volt talán ez a fajta költői erjedés, illetve lehet, ez az én szubjektív benyomásom, ki másé lenne, de minthogyha kicsit idősebb lett volna az átlag életkor, tehát ez az acceleráció, hogy egy kicsit így okosabbnak tűnjön a mondat egy idegen szóval, azóta sokkal inkább fölgyorsult, és szerintem azok a váltások, amik akár az internettel, meg tehát néhány éve még egy-egy ember tudósított, nem is így telefonba diktálva, de egészen más módon, és most meg több kamerát látok itt, mint egy frakció sajtótájékoztatón. Tehát én akkor nagyon örültem, hogy bejöhettem ide, csak évekig így álltam. Tehát első évben szerintem az emeletre sem mertem még fölmenni, és így nagyon diszkréten mertem jelen lenni, de onnantól kezdve pedig elkapott a flow, és nagyon jó érzés volt ebbe benne lenni, és büszke voltam arra, hogy tagja vagyok ennek a testületnek, ennek az egésznek, és onnantól kezdve évről évre ez egy ilyen természetes bioritmussá vált, úgyhogy én röviden dramaturgiailag csak ennyit mondok. Anna? Hát én 96-ban lettem jaktag, akkor 27 éves voltam, igen. És aztán pedig 97-ben elnökségi tag lettem, és akkor 2000-ben elnök, és 2003-ban megint elnök. És én úgy lettem tag, hogy én az úgynevezett hermeneutákkal mentem el először Tatára. Akkor volt ez a kritika vita, hogy most akkor szabad-e irodalomelméletet belerakni az irodalomkritikába, vagy nem, és ugye a hermeneuták voltak az irodalomtudósok, és akkor voltak a szabad kritikusok velük szemben, és akkor én csodálkoztam legjobban, hogy ezekből, tehát tulajdonképpen így a hermeneuták közül engem választott valamiért a Gács Anna között eszem, hogy jó lenne, hogyha akkor én az elnökség tagja lennék, tehát lehet, hogy azért mert nem tudom, megértőbb voltam, mint a többi hermeneuta, hogy de hogy így nagyon csodálkoztam, de mondtam, hogy jó. De addig én így nem igazán tudtam semmit erről, és akkor ennek nem volt, nem tudom arról, hogy működik a szervezet, hanem hát így elmentem programokra. De, és akkor Ágoston Zoltán volt az elnök, és akkor lettem elnökségi tag, és akkor ő utána lettem elnök. És akkor ugye, hogy én mit csináltam a JAK-ban, tehát most így gondolkodtam, mert mondta a Renátó, hogy ezt fogja kérdezni, hogy... Tehát én azt hiszem, hogy így alapvetően rendet csináltam, tehát hogy így ilyen átmenetet valahogy így a 89 után egy kialakult egy struktúra, de az szétesett mondjuk így 2000-re, tehát így nem volt már működőképes, és nekem így az első időszakom az azzal telt, hogy egy ilyen nagyon kaotikus dolgot vettem át, hogy adósság volt, lopások voltak, nem ott voltak a pénzek, de hogy ezt senki sem látta át igazán, tehát nem volt úgy, nem akarom hibáztatni az Ágoston Zoltánt, mert hogy valahogy annyira nem volt meg az az alap, aminek szabályosan működhetett volna, hogy ez óvatatlanul ide vezetett, úgyhogy én az első három évben új alapszabályt csináltam. Azt kérdezte a Renát, hogy mondjam meg, hogy az elnöki pályázatok azok akkoriban milyenek voltak, tehát bevezettem ilyeneket, hogy vannak pályázatok, mondjuk a program felmarad, addig nem voltak, tehát nem volt elnöki pályázat, vagy nem volt ilyen, ezt én találtam ki, hogy legyen majd. Tehát minden ilyet szerintem, bocsánat, hogy ezt mondom, amit ti most így használtok, mint ilyen struktúra elem, azokat én tettem bele ebbe a 6 éves időszakban. Aztán majd még mondom, hogy még mi. És akkor majd a Németh György könyvében az szerepel Menyhelyt Annáról, hogy az irodalom politika és az irodalmi kerekasztal megszervezése fűződik az elnökségéhez. Erre majd a későbbiekben még mindenképpen szeretnék visszatérni. És akkor mit most lekövetkezni, akinek jog élménye mint olyan nincsen, viszont más, nagyon érdekes élményeid vannak a JAK-kal kapcsolatban, például a fiatal való nem felvételen. Igen, én vagyok az, aki be se zártak a JAK-ban, és rögtön kizárással kezdődött. Olvastam ebben a könyvben, hogy ő bizonyos értelemben 69-től a Villafehérvári Fiatal Írók konferenciájától számolja ennek az egész ügynek a történetét. Abban az értelemben teljes joggal, hogy egy írás vitában akkor kéleződött az a generációs kérdés. A pártvezetés érezhetően fontosnak tartott, hogy csináljon ezzel valamit, és nekem is akkor az volt a benyomásom, amit itt viszont látok dokumentumokban, hogy óriási rákészüléssel
szervezték ezt a csodálatos környezetben, a Rilafüredi palota volt ott. Ezt az egész dolgot, lakadtak minket ott, válogatott rádióinterjúk jöttek egyébként. Ott is megkedtem meg Halász Péterrel, a színházassal, aki rádió riporter volt, és ő csinálta az interjút az én beszédem után, és ott keletkezett ott egy szimpátia, ő aztán később sorozott Kerencben a lakásszínháza révén. És hát valóban ott nekem is az volt a benyomásom, amit ebben a könyvben látok, hogy az Utasi Jóskának és nekem a beszédem volt olyan generációs összefoglaló, vagy számított olyan kihívásnak, amelyet az elképesztő galériája a kádárista, acélista irodalmára vezetőknek, a teljes diapazon Veres Pétertől Huszár Tiborig, és ezzel a két szélsőséget említettem meg, közben még rengetegen voltak, jöttek oda szétbeszélni, megagyisztálni, megmagyarázni, hogy miket mondtuk. És ezek mind az Utasival meg velem vitatkoztak, és látom, hogy a döntés ezután az akkor nem adták meg a szervezetet. Az én hozzászólásom lényege az volt, hogy egymással vetélkedő anyagilag is megbukható feliratokra van szükség, engedjék meg, hogy ezt megcsináljuk, és legyen cenzúra. Később állandóan dühös voltam szegény Jósi Pistára, mert ő azt hitte, hogy ezt a forradalmi javaslatot, hogy legyen cenzúra, ezt ő vetette fel a Bíró Szövetségben, és évedettem fel már 69-ben, és ugyanaz a dühfogadta, mint az Jósi Pista későbbi javaslatát, hogy legyen nyílt a cenzúra, szűnjön meg ez a kinevezett szerkesztők önállósága, felelőssége, ami a magyar cenzúra rendszer lényege volt, szemben más országok cenzúra rendszerével, amely sokkal nyíltabb cenzúra rendszer. A 69 volt az a pillanat, amikor valójában elindult a korábbi marxista eretnekeknek az összeröffenése az emberi jogok kapcsán. Az egész magyar 68, szerintem 69-ben volt leginkább, akkor volt egyetemen is ez a Karigyűlés című robbanás. És ezzel kapcsolatban mint csak azt akartam mondani, hogy a beszélő, mert 1969 címmel írtál a beszélő évek sorozatban, tehát hogy ez is arra utal, amit te mondasz, hogy a magyar 68. Csak azért, mert az Assemblée Générale párizsi május lemásoltuk a bölcsészkaron, ami a második kirúgásomhoz vezetett a bölcsészkaron, hanem azért is, mert valahogy akkor érett össze ezeknek a hatásoknak az össze, a hatalmas, ugye mi, akik ultrabaloldaliak voltunk, egyszer csak azt vettük észre, hogy a párizsi, vagy a prágai tavasz szimpatikus, ugye, ami a marxista ideológiával ez a pluralizmus nem volt összeférhető, és természetesen a Varsói Szerződés bevonulásával kapcsolatos erkölcsi állásfoglalások voltak a vízválasztók, a megértelmiség történetében, idősebbek, fiatalabbak. Úgyhogy akkor megint lefogtak rövid időre, és ez a hatalmas egyetemi vizsgálat volt 69-ben. És jöttek sorba, aztán 73-ban volt a darabbér. Na most tényleg rövidre akarom foglalni. A következő volt a 73-74-es történet, amikor ez a Petri Gyuri, az én emlékeim szerintem ennek érdemes lesz utána nézni, ez egy kicsit pontatlan. A Bajza utcai Írószövetség épületben én azzal mentem be, hogy jelentkezem a JAK-ba. Hát én is költőcske voltam akkoriban, és volt már egy műfordítás kötetem, a Magbetűnél vesztegelt, és soha nem ment meg a kötetem, de nagyon balgés publikációk voltak mögöttem. Teljesen természetes lett volna, hogy fölmegyenek, de mivel a darabbér
című könyvem miatti per első felvonása volt meg, 74-ben volt aztán a végső ítélet. Hát ezt ugyanaz a hatalmas izgalom, rákészülés, amit már 4 évvel azelőtt Lila Friedről ismertem, lejött mindenki Fábián, Fábián nevű író volt azt hiszem a vezetője akkoriban, az Írószövetség ezzel foglalkozó részén, Dobozi lejött, és azt mondták, hogy nem folytatunk az ülést, ütünk abban a szép Bajzócén palotában, amíg a haraszt ígyünk. És akkor hatalmas vita kezdődött, majd egy idő után előállt az a megoszlása a közönségnek, ami az egész Kádár korszakban végig jellemezte a különböző ellenzéki. Megjelent az a vélemény is, hogy a Haraszti már menjen el, mert akadályozza, hogy itten. És akkor a Petri azt mondta, hogy gyere Miki, menjünk el. Kiment az elnökség, látványosan oda csapta az asztalra a tagkönyvét. Az én emlékeim szerint, hogy már jó szövetségi tag volt. Igen, sokszor hogy csapta és elment, és utána írta ezt a levelet, amely meglepően jogiaskodó, nem ismertem rá a Gyuri, nyilván akkoriban már hatott az ellenzéknek az a gondolata, hogy a harmadik demokratizáció a 56-os típusú frontális konfrontáció és a 68-as cseh típusú beépülés, leépítés kudarcai után egy ilyen civil társadalmi építő jogi tereket kikényszerítő van lehet, és azért írhatta ilyen módon ezt a levelet. Meg egyszerűen bepörgött attól, hogy ő felfedezte, hogy ez jogilag sem stimmel, és mert nem ismertem rá, hát ő hihetetlen nagy káromkodó volt egyébként, és rettenetesen pontosan tudott káromkodni, szóval ez a stílus, ez nem az ő stílusa volt. És végül... Néhány mondatot nem olvasunk fel a levélből, csak hogy kiderüljön. Megvan, akkor kívánosztok. Lehetek a magyar hangja, akkor Petri Györgynek jó. Miután az alapszabályban nincs olyan pont, amely megszabná, hogy ki nem vehető fel a körbe, ezért gondolom, csupán gondolhatom, mivel precíz alakiságokat betartó indoklás nem történt, a kör vezetősége a kizárásra vonatkozó 4. szakaszra alapozta döntését. Amennyiben a vezetőség valóban a 4. szakaszra, pontosabban 4. szakasz 2 bekezdése A, illetve B pontjára gondolt, akkor döntése 1. részben nem felel meg az alapszabálynak, 2. részben nem következik értelemszerűen az alapszabályból. Át 1. A per 2 bekezdés A pontja szerint ki kell zárni a tagot, ha kiderül, hogy szemben áll a népi demokrácia állami és társadalmi rendjével, idézet vége. Ez a kritérium nem vonatkoztatható a fel nem vételre, mivel a kritérium aktuális, a jelenben is fennálló szembenállásra utal. A vezetőség azonban elmulasztotta bejelenteni és bizonyítani, hogy Haraszti Miklós szemben állna a népi demokrácia állami és társadalmi rendjével. Haraszti Miklós kérelme tehát nem utasítható el a 4. szakasz 2. bekezdésének A pontja alapján, zárójel. Itt meg kell jegyeznem, hogy a vezetőség téved, ha azt hiszi, hogy a Haraszti Miklós ellen hozott ítéletből egy ilyen megítélés magától értetődően következik. A 2. bekezdés alpontja egy személy általános társadalmi politikai minősítése, egy személy mentalitásának vagy beállítottságának értékelése. A jogi ítélkezés ellenben egy meghatározott cselekmény vagy cselekmények meghatározott együttesének minősítése tisztán formálisan, azerint, hogy a cselekmény a fennálló törvényeket megsértette-e vagy sem. Igen. Nagyon jó alkotmánybíró lett volna belőle, nem? Szóval a gond az, hogy nem volt igaz, természetesen az ellenem az a kitélek, az bizonyította, amit a Dobozék ottan feltételeztek, de hát ő élvezte, hogy ebben a dologban nincs igaza. És én azt gondolom, hogy ennek a az ügynek megint csak ugye köze volt ahhoz, hogy a Jakot hát szorosabb, nem, konkrétan nem tudom, mert innentől kezdve nem követtem, hogy ugye 81-ben sikerült akkor annak a nemzedéknek végül is ezt a dolgot létrehoznia, és akkor megint lett, és akkor ez megint valami összeszövődött az
a szamizdat ellenzéknek a történetével, mert a háttere annak... Igen, erre egy később, a beszélgetés egy későbbi szakaszába szeretnék majd akkor részletesen... Azt a hátterét. Azt a 81-es, ami szintén tulajdonképpen a beszélőink volt 81-es. És szeretném majd ismertetni, mert az Ákossal van akkor egy tacit vitám, szeretném ismertetni, hogy rosszul gondolja azt, hogy mi volt az ellenzéknek a civil társadalmi taktikája, és ezt a beszélő beköszöntőjének a szövegével szeretném bizonyítani. Minden esetben abban teljesen igazán az Ákosnak, hogy hát megint emiatt húzta a rövidebbet. Szerintem azt még tegyük meg azt a kis kiegészítést, hogy tehát a 73. március 11-én felfüggesztették a Jakot. Mondtam 73, nem, 73, igen, tehát 73-ban ugye megalakult fiaként a József Attila kör, mert hogy a 69-es Linda Füredi találkozó után ugye a fiatal írók munkaközössége nevű dolgot vezették be, és akkor ez ment 81-ig, amikor 81. március 11-én felfüggesztették a kört, és akkor ez júliusban indult újra, és akkor ez az az időpont, ahol elkezdődnek a viták, és akkor ezt a konfliktust szeretném megnézni, ami a Jakon belül történt, és azt szeretném, hogyha erre reflektálnátok már, hogy a mentalitásbeli kérdésekre, ugyanis itt egyrészt a Szilágyi Ákos álláspontját ismerjük, másrészt Szilágyi Ákos álláspontjából ismerjük meg ezen a könyvön keresztül a demokratikus ellenzék álláspontját, aki Tamás Gáspár, már hogy Szilágyi Ákos Tamás Gáspár Miklóst támadja, és akkor itt egy-két mondatot hadd idézzek, a Szilágyi Ákos 2010-ben Németh Györgynek, a szerzőnek adott interjújából. Soha nem akartam átlépni azt a határt, amit a demokratikus ellenzék átlépett, sőt, óvakodtam átlépni ezt a határt. Egyet közvetítő szerepet játszottam, köztes tereket próbáltam létrehozni, a nagy tömbök konfrontációjával szemben kialakítani a dialógus, a közlekedés lehetőségeit. A demokratikus ellenzék nagy része nem értette, hogy miért kellenek ezek a köztes terek, nem értették, hogy ezek a kialakuló civil társadalom, amiről a Miklós már említést, előkészítő elemei. És akkor a Tamás Gáspár Miklósra vonatkozó passzusok pedig úgy hangzanak, kívülről belépett a körbe, egy politikai ügyet képviselt, de annak egy másik helyen lett volna érvényessége, mert ha a Jakba behozod, az egy atombomba és fölrobban, neki ez semmi, nem érdekes, feláldozza, nem számít. Szóval, hogy nyilvánvalóan arról a két álláspontról beszélünk, ami a demokratikus ellenzék álláspontja, illetve a Szilágyi Ákos köztes tereket, csatornákat kereső álláspontja, és akkor azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogy láttok rá erre a vitára, mert hogy éppen az Annával arról is beszéltünk még a beszélgetés előtt, hogy egy ilyen helyzet, tehát hogy egy ilyen helyzet meg tud ismétlődni egyébként más körülmények között is. Azt mondtam, hogy ebben a könyvben is van még Szilágyi Ákossal készített a szerző egy interjút, amikor írt ezt a könyvet, és akkor is ez többször visszatér ez a téma, hogy hogyan nyilatkozik meg nyilvánosan valaki, aki egy szervezetet képvisel, és ugye itt van tehát hogyha így személyekre bontjuk le ezt, akkor itt van az eltérés, hogy ha valaki egy szervezetet képvisel, akkor megnyilvánulhat-e olyan indulattal, vagy olyan szókimondóan, vagy neki mehet-e másoknak olyan hevességgel, és akkor én azt mondtam a Renátónak, hogy hát amíg Jakának voltam, addig nem írtam meg a Váramos Miklósról a Magyar Narancsba azt a kritikát, amit utána rögtön megírtam, mert addig ő volt az NK-ba akkor éppen kurátor, és én nem akartam ezzel, tehát mindig oda kötik a személyekhez a szervezetet, és hogyha Jak elnöke egy NK kurátorról egy nagyon lehúzós dolgot ír, akkor egy egész szervezetet sodor veszélybe, és azért bizonyos dolgokat akkor így nem lehet úgy meglépni, hogyha az ember nem csak magánember ebbe az irodalmi térbe. És én ezt láttam ebben a vitában is, hogy a Szilágyi Ákos mindig a szervezet nevében lép, és így keresi ezeket az érintkezési pontokat, és akkor, amit ő mond, én nem tudom, hogy akkor milyenek voltak a viszonyok, de hogy amit ő mond, hogy akkor demokratikus ellenzék, meg nem így, hanem inkább sokkal inkább hevülettel, vagy nem gondolva arra, amit egyébként a Szilágyi Ákos nekem, ez nagyon szimpatikus volt az egész, hogy így arról is beszél, hogy itt arról is szó van, hogy a szerepeket és a funkciókat kell tisztázni, tehát hogy ki az, hogy ki a civil szervezet és ki a hatalom, és hogy a kettő nem ugyanúgy
lép fel, vagy nem ugyanúgy viselkedik, hanem hogy valahogy szembe mennek egymással, de mégis tárgyalnak. És én azt gondolom, hogy ez ma is így van, tehát egy civil szervezet az egy ilyen kiszolgáltatott ellenőrző funkcióban van, mondjuk így a hatalommal szemben, mert ugye azt az ad neki pénzt, akit ő valahogy egy ilyen szakmai kontrollát próbál mégis tartani, és ugye azért nem kapnak a civil szervezetek sok pénzt, hogy ne tudjanak nagy kontrollt kifejteni, és akkor ha már így arról van szó, hogy így amikor rend lett a gyakor, akkor mivel foglalkoztam, akkor például ezzel, hogy ne nevezzük támogatásnak azt, amit egy civil szervezet kap, hanem legyen az finanszírozás, mert a támogatás az egy olyan dolog, ami nagyon is megalázó, ugye a szegény rokont támogatom, meg plusz akármikor meggondolhatom magamat. Tehát, hogyha ennek nincsenek szabályai, hogy ki, miért és mennyi pénzt kap, és már akkor sem voltak, és manapság meg végképp egyáltalán nincsenek szabályok, akkor ez nem tud, tehát nem tud a civil, hát ez egy kicsit most elkoptatom szó, ez a civil kontroll, de hogy nem tud a civil kontroll érvényesülni, mert a hatalom nem engedi. Szerintem most ezt a Szilágyi Ákos Tamás Gáspár Miklós konfliktust vagy dilemmát szükségszerűen absztrahálni tudjuk csak, hogyha megpróbáljuk ezt megfeleltetni különböző ilyen-olyan dimenzióknak, és tényleg egy drámai jelenetet fabrikálunk, vagy gyártunk előre, de pont Miklós mondta az előbb, hogy 56, illetve 68-69 után azt a tanulságot szűrhette le ez a csoport, hogy egy más technikával kell megpróbálni mondjuk megpróbálkozni, és mondjuk ez a civil próza, vagy ez a köztesterek kialakítása talán nevezhető ennek is, aminek a Petri levél talán paródiája, de az, amit Szilágyi Ákos pont itt a könyvben mondta, hogy egy nyelvet próbáltak találni, az már nem paródia volt nyilván, hanem egy hosszú évekig tartó küzdelem, és nagyon érdekes ebben a könyvben, ha még egy kicsit beszéltünk róla, ezeknek a mégis egy író szövetségen belül ügyekről van szó, az a rettenetes brossúra nyelv, amin a doboziék írnak. De a regényei talán nem ezen a nyelven írottak, de nagy különbség aztán nincsen, de itt rettenetes milyen szavakat használni, csak egyetlen egyet akarok felolvasni, bocsánat, mert azon leszálltam a 9-es buszra, hogy alá tudjam húzni. Eléggé megtörtént az alapszabály felrúgás, és ilyesmi, tehát az olyan döbbenetes ez a nyelv, hogy nem mindegy. A másik meg az, hogy ez... Amikor ment a per szünetbe, oda ment a Gavai Gáborhoz, én meg szabad lábon voltam, úgyhogy itt voltam közöttben, hallottam, és azt mondta, hogy hát ez emeletes rúgó. Tehát ilyen gyönyörű nyelvi leleményeket találunk a könyvben, és ezzel a nyelvvel, ezzel a hihetetlen nyelvvel szemben tényleg az, ahogyan a Szilágyi Ákosék ezt a nyelvet próbálják megalkotni, plusz még azt talán fontos, hogy a Szilágyi Ákos akkor már több mint 10 éve van benne ebbe a küzdelembe, különböző módon, és tényleg állandóan jelzi ebben a 2010-es visszamenőleges visszatekintő interjúban is, hogy mikor tárgyalt, mikor kapott felhatalmazást, hogy hogyan akart, milyen dilemmája volt, amikor felfüggesztették a szervezetet, és azt hogy érezte a saját felelősségének. És ezzel szemben, ezzel a civil prózával szemben azt hiszem a Tamás Gáspár Miklós, mint egy debatter, aki akkor frissen érkezett ebbe a dologba, és a maga hihetetlen mai napig csodálhatjuk verbális képességeit, nyilvánvalóan le tudta iskolázni ezeket az embereket. Ez egy nehéz kérdés, én nem merek ebbe állást foglalni. Az Ákosnak ez a kifejtése a rabbalnak, hogy egy órán keresztül sétálhat-e a börtönbe valaki, ez a magyarázat, ez nekem egy kicsit ideológikus, és nem azon a nivó mondjuk, amit Szilágyi Ákostól megszoktam, de ez egy más kérdés, de én inkább átadom neked a szót meg a mikrofont, mert azért ezt úgy átérted. Én merek egyértelmű véleményt mondani. Ez... Amit a Szilágyi Ákos mondta, az pontosan így van. Ő konkrét művelője volt, kidolgozója, harcosa, szervezője akkor annak a civil társadalmi térkereső, térkidolgozó, szabadságteremtő mozgalomnak, ami a JAK volt, és a Bazsinek pontosan az volt, amit mondasz, és ez egy Szilágyi Ákos TGM történet. És az a határozott véleményt, amit szeretnék mondani, az, hogy az Ákos, amikor kivetíti ezt az ellenzék taktikájára, és mint egy olyan társaságot csinál belőle, amely indulataitól elragadva nem érti meg ezt a dolgot, ez egyszerűen téves. Az Ákos indulataiból érthető tévedés, de kár, hogy
ezt nem korrigálta az idők folyamán. És bizonyítékként szeretném felolvasni, a szintén, hát ugye ez döbbenetesen fontos, az Ákosnak ezt is el kéne ismernie, és ebben az értelemben megint igaza van, akár elismeri, akár nem, hogy áldozata volt bizonyos értelemben az ő erőfeszítése annak a konfliktusnak, amely, ahogy a beszélő, beköszöntő cikke utolsó mondata mondja, két törpe kisebbség között, az ellenzék és a hatalom között zajlott, ugye írja a Kis János ebben a cikkben, mert az, abban az évben indult el a beszélő. És a beszélő az, az már egy szervezet volt, ugye egy háromszoros piramis volt fölépítve, aminek következtében 10 évig föntolt magad, egy külön nyomja, külön papírbeszerzés, külön kéziratbeszerzés, külön pénzbeszerzés. És mivel nem akartak börtönözni, meg akarták őrizni a magyar különbséget, ezért ilyen állandó tiritori, és megkeletkezett a politika. És ugyanakkor ennek a szélárnyékában megszenvedte egy csomó olyan szépreményű civil szervezet, ami a JAK volt, azt mondta, ez a dű máig érzi. De az ellenzék maga hihetetlenül értette. Pontosan, na, többet mondok. Az volt a tulajdonképpeni célja, hogy a társadalmi tulajdonképpen termelődjék, hogy legyen köztes tér, hogy legyenek egy témájú mozgalmak, amelyek igenis készek voltunk morálisan arra, hogy állandóan elhatárolódnak majd tűnik, mi nem vagyunk ellenzi, csak azért, hogy megkeletkezzék, és ezzel akkor csak néhány mondatot olvasok fel, ez lényegében Kis János írása, nagyon keveset változtattunk rajta. Itt zajlik minden, nem tudunk semmiről, de megesik valójában, hogy egy-egy folyóirat közölhetetlen kéziratokat közöl, ezt azután mondja, hogy úgy tudjuk, hogy cenzúra van, de megesik, hogy egy-egy folyóirat közölhetetlen kéziratokat közöl, és keményen védelembe veszi közlési politikáját. És rengeteg más példát hoz, és utána azt mondja, és mégis, amikor az ország közállapotaira gondolunk, ezek a példák nem jutnak eszünkbe. Nagy részük helyi értekű történet, hírét a szájhagyomány nem viszi messzire. Ez a feladatunk, hogy ennek a folytonossága, a civil társadalom historiográfiájának a folytonosságát, visszavonhatóságát, összetörhetetlenségét megteremtsük. Miért ne próbálnánk meg összegyűjteni és hozzáférhetővé tenni ezeket a tényeket? Egyelőre annyi ember számára, amennyit egy ilyen egyszerű eljárással sokszorosított kiadvány elér. A beszélő rendhagyó eseményekről fog beszélni, egy-egy személy vagy több ember együtt átlépi a hatalom és az alattvalók közötti érintkezés szokásszabályait, ellenszegül a sérelmes parancsnak, jogaira hivatkozik, nyomást gyakorol feljebb valójára, szeretnénk utána járni, mi készteti őket a viselkedési rutin feladására, milyen eszközöket vett be a felsőbbség, hogy visszazökkentse a gépezetet, hogyan zajlik a konfliktus a két fél között. És utána a híres utolsó mondat, szeretnénk lehetőségünkhez méltán segíteni, hogy önmagáról tudjon igazabb képet alkotni az a halkan magaival embertömeg, amely fölött a két törpe kisebbség, az ellenzék és az ország vezetése fennhangon perel egymással. A civil társadalom, a civil, én írtam egy szamizdat történetet, nagyon rövid, azon a cím, hogy civil kurázsitól a civil társadalom. Ez volt a stratégiai cél, ez volt az Adam Michnik féle új evolucionizmus elméletnek a lényege, hogy a két taktika után, az 56-os meg a 68-as után a szabad szóhoz ragaszkodva, azért akár börtönbe is menve, de semmi más politikát nem üzve, teremtsük meg a civil társadalom útlapát és folytonosságát. Ezért a sérelmes egy kicsit az átos, a Gazsi kétségtelenül máig ért hozzá, hogy bármely ideológiai körben mozog éppen, vibráljon körülötte a levegő és őróval szóljon a történet. De talán azért, mert ez nem egy párt volt végül is, nem húzhatjuk vissza a Gazsit, nem mondhatjuk. De a szívem végére hatalmasítsam, hogy éltünk. Hát én voltam a beszélőben az a riporter, akit ezeket az egytémájú mozgalmaknak a követésével, és az egyházi mozgalmak, a béke mozgalmak, és hát utolsóként hadd mondjam, hogy amikor a mozgó világ szivárogtatni akart, akkor hozzám fordult. Amikor a
amikor a Tisza táj szivárogtatni akart, akkor hozzánk fordult. Tehát ez a funkció az a zsaroló eszköznek szívesen tudtuk magunkat. Annak ellenére, hogy gyakran morálisan degradáló módon jut a kifejezése, utolsó mondatom, hihetetlen bántó volt, hogy gyakran, amikor egy kéziratot nem akartak egy hivatalos folyamatok közül, akkor a szerző azzal fordult, most azt akarod, hogy lemenjek szamizdatba? Ne haragudjatok, én benne voltam ebben a vezetőségben, és egy nagyon fontos dolgot kimaradt ebből a könyvből, úgy látom. Hát volt egy harmadik erő, de idénes, sőt akkor már diktán lett az Ákos után, benne volt a Tóth Erzsébet és a Lezsák Sándor. És ugye a Csórinak abszolút az volt az érdeke, hogy Csóri udvartartása volt. Ugye, és a Csóri meghosszabbított karja volt ez a két ember, legalábbis a Lezsáknak a csengély akkor. A Csóri akkor komoly informális hatalma volt. A Gazsiba, vagy mi az Ákos Sándorében, nem a Gazsi ellen, vagy nem a Gazsiba vitatkoztunk, de a csengélynek, a Lezsáknak a hülyeségét, vagy a provokációt kellett állandóan baríroznunk, mert mi meg azt a civil társadalmi kezdeményt próbáltuk megmenteni, ami a jak volt. Mert ezeknek semmi sem volt drága azért, hogy minél nagyobb cirkuszt csinálja. És a Gazsi pedig a szokásos közismert politikai érzékével, ebből nincs se érzékelve, ugye nem ugyanazt mondta, de ugyan lelkesen helyeselt a Csengelynek, ahogy Csengely mondta ezeket az áradikális baromságokat. Ez történt igazából. Szóval nem lehet kihagyni ezt a harmadik oldalt, és nem lehet kihagyni azt, hogy az Ákos tulajdonképpen, amikor a Gazsival vihaskodott, akkor tulajdonképpen a Csengelyt próbálta kicsit leszorítani a pályáról, mert hát azt is látok, hogy ismertük ezeket az embereket, tudtuk, hogy antiszemiták, szóval mindent tudtunk róla, ami utána köztudomású lett. És az Ákossal tényleg arra azon, egy évig azon dolgoztunk, hogy ezeket egy kicsit kijel szorítsuk, mert úgy jöttek, mint a tap. És amit Csörves Gábor mondta, az azért nagyon érdekes, és azért illik ide pontosan, mert hogy Szilágyi Ákosnak van egy másik írása is a Jakról, tehát ezen az interjún kívül, ez az ÉS-ben, 2009-ben a Jak 20. születésnapján, vagy annak alkalmából zajló vita. Egy kis ünneprontás, és ezt a Jak úgymond 20. születésnapjára 2009-ben írt a Szilágyi Ákos az ÉS-ben, és ez a cikk arról szól, hogy a Jaknak valójában nem 20. születésnapja van 89-ben, mert hogy a Jak az 81-ben született, csak a jogi függetlenségét nyerte 89-ben, és akkor, ami Csordás Gábor mondta, az azért kapcsolódik ide, mert ebben a cikkben viszont éppen arról beszél Szilágyi Ákos, hogy az alatt a néhány év alatt is milyen komoly szerepet és feladatot kellett játszani azért, hogy a Jak megmaradhasson, és életben maradhasson, és viszonylagos függetlensége lehessen egy olyan időszakban, mint a 80-as évek Magyarországa. És egyetlen egy mondatot írtam ki, több mondatot kiírtam, és egyetlen egyet szeretnék felolvasni ebből az első Szilágyi Ákos írásból, ami azt hiszem, hogy a demokratikus ellenzék szerepének megértéséhez is közelebb visz minket, legalábbis merem azt hinni. Azt írja Szilágyi Ákos, hogy a rendszerváltás nem egyszeri aktus volt, hanem hosszú és sok szereplős társadalmi folyamat. A rendszerváltás nem kitört, hanem politikailag tetőzött 1989-ben. Ez tehát mind azt jelenti, hogy Szilágyi Ákos és a József Attila kör munkája 80-as években, és mindemellett egyébként a demokratikus ellenzéknek valóban látszik, hogy a Jakkal vitát generáló tevékenysége, vagy egy a vitát, amit az előbb vázoltunk, az a tevékenység, az mind-mind kellett ahhoz, és ez egy 10 éves folyamat, míg a magyar rendszerváltásig el tudunk jutni. És akkor nyilván itt 89-ről is sok mindent kellene mondanunk, ez alapján, a vita alapján, ami az ÉS-ben lezajlott, amihez még Gerevics András és Urfi Péter is hozzászólt, hogy mit is jelent mondjuk különböző generációknak 89, és hogy a Jak szempontjából hogyan értékeljük ezt az évet, illetve ezt a folyamatot. Csak nagyon gyorsan válaszolnék, hogy a Szilágyi Ákosnak ebben a cikkében a sértett hiúságon túl, ami a cikkének sajnos a 80%-át teszi ki, és a kicsit fölfújt szóvirágokkal és retorémákkal ad ennek hangot, aminek az egyik legszámomra emlékezetesebb pontja, amikor a hanyas vagy, akkor mi félszavakból is értjük egymást.
rúgójához nyúl, amit egyébként édesapja a Szilágyi György írt, mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg Kálmán György tolmácsolásába. Tehát olyan eszközökkel él, amikkel pont a nemzedéki többlettudást az az ember titoktatja, aki ebbe a történetbe, annak a, ennek a regénynek mondjuk a korábbi fejezeteiben vagy lapjaiban egy egészen más szempontból szólal meg. Amit viszont idéztél, az azt hiszem most 4 évvel később, mint amikor ez íródott, még fontosabb, amikor az elföldelése vagy az exhumálása zajlik mondjuk 89-nek, illetve ennek az egész korszaknak, és inkább ide tenném a pontot. Ett, illetve maga a jaktörténet, vagy az alcím is mutatja, hogy 1969, 1973, 1989, 2009, tehát ez egy személyvonat, hogy minden állomáson és megállóján megáll, folyamatos szakadások, újraindulásoknak a története, és nyilván ő neki annak azzal együtt, hogy nem vette észre, hogy abban az évben hány rendezvény volt, amelyik tekintettel volt erre a 20 plusz 20-ra, és mindenféle matematikai műveletekre, 32 plusz 8, stb., amelyben például Anna és Gerevics András is az élen járt. Azt hiszem arról lehet szó, hogy itt telt talán be a pohár a saját jaktörténetén belül, és ezt leválasztva, azt hiszem a fontos az, hogy 89 az valóban kitörte, vagy egy folyamat volt, és szerintem is az utóbbi, de most átadom bármelyikötöknek a szót. Az egészet nem tudom, hogy kiolvasni, ezt az egészet egyáltalán nem értettem, tehát hogy így ezt szerintem nem szólt semmiről, azon felül 2006-ban volt egy ilyen, tehát volt egy ilyen ünnepség, amikor az volt, hogy 25 éves, tehát így nem is értettem, utána a Gerevicset se értettem, tehát az, hogy 20 plusz 20, meg honnan jönnek ezek a számok, így kicsit így teljesen olyan volt, mint hogy így nem is a jakról szól, csak a jak apropóján valamiről. Én nagyobb megértéssel vagyok a Nárkos iránt ebben a kérdésben, én azt gondolom, hogy értem az indulatát. Részben egyszerűen, tényszerűen igaz, amit ír, arról, hogy egy kumuláció volt a rendszerváltás, és a, pontosan ez a civil társadalmi fölhabzás, és hát azok egy pici kitérő, én azóta Szovjet-Ázsiáig járom a gyenge civil társadalmúnak mondható fiatal demokráciákat, és azt látom mindenki, szinte numerikusan mérhető a civil társadalom ezen a részben a szervezetek számán képesek kiállítani egy-egy szervezeti elitet, képesek kiállítani azok valamilyen együttműködését, és aztán a politikai civil társadalom politika személyiség kínálatán is mérhető a civil társadalom gyengesége. Ilyen értelemben Magyarország is ebben a térbe beletartozik. Tehát a tehetséges politikusok mennyisége az szigorúan a civil társadalom előzetesen földúsult szövetén múlik. Tehát azon, hogy kitermelték-e minden sarkon a népszónokot. És hát ebben az értelemben neki teljesen igaza van, hogy annak ellenére, hogy 81-ben éppen betiltották ugye ezt a történetet, ennek ellenére a felszín alatt és a munkátok következtében, és ez hozzájárult, és azt az ellenállási, hát ami még 88-ban a tüntetések évében és 89-ben. Na most azt az indulatát is értem, éppenséggel, mint egy cikluson keresztül a parlamentben ben volt figura, hogy mi ez az állandó, hogy minden 89. És hogy és ugye igazolva látta a régi ellenszenvét, amitől Dezsin keresztül festesített, meg én így olvasom a cikket, hogy most mindenki 89-ezik, mert az a társaság, amelyik a szomizdat ellenzébe volt, hát az a dolog természeténél fogva besodorodott a politikába, az lett a politikai rendszerváltó nemzedék, és akkor utána mindenek fogok szólni. Szóval ez egy olyan teljesen, és bizonyos értelemben jogos felháborodás, egy történelmi igazságtalanság. Azt is szójárva talán az csak a saját dolgát nehezítette, mert ezt a dolgot sokkal egyszerűen brutálisabban is megmondhatta volna, hogy ne legyetek már olyan nevre ezzel a dologgal, és ne tulajdonítsátok, ne plagizáljátok el az egész társadalmi munkáját csak magatoknak, hogy a politikai elit szült ezt a dolgot, és a te félre mondatodhoz kapcsolódva az, hogy most ássák 89-nek a sírját, az talán a
sok-sok hiba mellett annak is betudható, hogy ezt a szerves fejlődést nem tudta szimbolikusan és szervezetileg is produkálni sem a politikai elit, sem a magyar társadalom, sem az értelmiség. Amit Urfi Péter ebben a vitában megjegyez, és abban mindenképpen egyetértek az Annával, hogy itt valóban nem konkrétan a József Attila körről van szó, hanem itt bizonyos pozícióknak, bizonyos személyes szerepvállalásoknak a kiértékeléséről, és tényleg Urfi Péter válaszában is az érzékelhető, hogy egyáltalán nem merül fel ebben a generációban az, hogy ne becsülné nagyra azt a tevékenységet, amit Szilágyi Ákos és a József Attila kör végzett nagy nyomás alatt, a 80-as években. Urfi azt mondja, hogy van igazság abban, amit Szilágyi Ákos ír, lehetne több szó a 80-as évek számomra imponáló, és mindenki nem csak az irodalmarok számára fontos irodalompolitikai harcairól, és akkor mindez összecseng azzal, amit a János is említett, hogy hogyan is gondolunk erre vissza, és hogy mennyire tartjuk jelentős pillanatnak 89-et, vagy ahogy látjuk, új korszakot kezdünk, és 89 nem más, mint ezt a Nemzeti Együttműködés nyilatkozata is mondja, mint politikai paktumoknak a sorozata, és ezzel nyilván el van bagatellizálva nem csak 89, és a 89-es egész kelet-európai forradalomnak jelentősége. 88 és 81. És 81, igen. És arra... És a nulladik lakitelki találkozónak is el van tüntetve így a nyoma egyébként szükségszerűen, meg az elsőnek, meg... Tehát hogy a 45 és 89 között a gyilkos, hogy a homokba eltünteti a nyomokat, vagy a hóba, nem tudom, tehát nekem ez nem tetszik. És akkor arra lennék még kíváncsi, nem tudom, hogy időben hogy állunk. Meg van. Arra lennék kíváncsi, hogy még mindig e körül a 89 körül akarok ütködni, és akkor visszacsatolni oda, amit Dunancsik Mentes kapcsán az elején ítéltem, hogy régen volt a 80-as évek, és hogy régen volt a 89, és hogy mit kezdünk a 89-es érdekekkel, vagy hogy kezdünk-e velük egyáltalán valamit, vagy hogyan kellene, akár ha úgy vesszük egy irodalmi szervezetnek a tagjaként, és a civil szó már sokszor elhangzott, mégis azért még egy kört futnék a körül, hogy hogyan tudnánk életben tartani ezeket az értékeket, amit mondjuk 89-ben megkapva lettek. Most egész más a helyzet. Tehát most nem tudom, most ilyen a civil szférának ez így kb. Hogyha nem tud valamilyen ilyen külföldi forrásokat keresni, akkor itt ez így nagyon-nagyon veszélyes fázis. Mert csak így, ha ilyen összehasonlításként mondom, hogy ugye mondtam, hogy mikor átvettem a jakot, akkor így nem volt pénz, meg káosz volt, de akkor azon egyszerű volt, mert be lehetett menni a minisztériumba, és akkor tulajdonképpen Ágoston Zoltán vitt be engem, és bementünk, és elmondta, hogy hát ez meg ez hiba volt, stb. És hogy így veszélybe van a szervezet, és akkor kaptunk pénzt. De hát ma ez ilyen totálisan elképzelhetetlen, tehát hogy semmiféle emberi kontaktus a bürokrát, a hivatallal nem létezik, semmiféle megértés, minden a papírról szól, arról, hogy ez is le legyen fűzve, jön ilyen ellenőr, és azt mondja, hogy le van-e fűzve, de hogy így a tartalom nagyon-nagyon messze került attól, ami így a valóságban van, és akkor hiába van az, hogy ugye három szintre elhozhatom, hogy az egyik a törvénykezés, a másik a közvetítő, és a harmadik meg az, hogy az emberek, meg a valóság, és akkor, hogyha ilyen totálisan inkompetens a köztes szint, tehát a közvetítő szint, akkor aki a törvényeket hozza, az bármit megtehet gyakorlatilag, mert nem fog, tehát nem lesz kontroll, nem ér össze, és az emberek be se látják, tehát nem is látják, hogy mi történik, tehát hogy most esik le az embereknek, hogy a két éve megszavazott közoktatási törvénynek mik lesznek a következményei, hogy szeptember 1-től akkor a gyerekeknek 4-ig ben kell lenni az iskolába, és hogy hiába ugráltunk ott, fagyoskodtunk a Kossuth téren, meg nem tudom így bármi, tehát hogy így nem is jut el sehova, hiába van ez az óriási lehetőségek arra, hogy információt juttassunk el interneten, stb. Nem, tehát így én nem tudom, hogy így ebből mi lesz, és még egy ilyen benyomásomat szeretném elmondani erről az egész civil
Tehát mikor ez a közoktatási törvény elleni tiltakozás volt, meg, hogy kb. Olyan érzésem volt, hogy így kint lőnek, mi meg táncolgatunk, és akkor, hogy ki legyen, ki játsza ezt a táncot, ki meg ezt. Tehát, hogy nem láttam semmiféle erőt ez ellen, és az az igazság, hogy most se látok. És emiatt ennek, ami most alig, ennek a politikának szerintem a civilek, szerintem nem tudom, nem értek annyira hozzá, hogy mi lehetne ebből kivezető út. Annyival János, még megszólalnám a te kérdésed, hogy tehát, hogy te látsz-e erőt, illetve hogy mind annak a generációnak a tagja, amely most a derékhadát képezi a József Attila körnek. Nyilván 89 nektek, vagy nekünk, nem tudom, generációs élmény nem tud venni, és ugye arról szoktunk beszélni, hogy az első közös generációs élmény az a kacsamesség és az Antal József halál, akkor kivaló felveszakítása, de hogy nyilván az csak egy ilyen fontos gyerekkori emlék, hogy tudnál nekem arra most itt kísérletet tenni, hogy megmondanád, hogy mik lehetnek azok a pontok, amik mondjuk generációs élményt felnőtt, komoly generációs élményt jelenthetnek annak a generációnak, aki te vagy, meg aki... Mindjárt megpróbálok elősnök, amíg kitalálok valamit, addig az utat eszembe, hogy amikor beiktatták az új parlamentet, úgy tudom, amelynek te is tagja voltál, az azért nem adta a Magyar TV, mert a Begdöntőt adták éppen, és amikor meghalt Antal József, akkor meg a kacsameséket vették, hogy a média történetileg tényleg keretbe foglalható ez a két évszám. Félbeszakították. Na, melyiket? A Begdöntőt? Nem. Nem, az elején. A kacsameséket tudom, mert arra emlékszem, a Begdöntőre nem. Kacsoltak a Begdöntővel, Antal József beszédéről. Igen. Na mindegy. Ez elindította a média háborút. Bukarest, nem az nyert, mindegy, nem tudom, ki nyert ebben az évben. De, fú, itt írta nekem, hogy 2006 ősz, 2010, és anélkül, hogy az analógiákat nagyon közel sodornám egymáshoz, bár gyakorlatilag párhuzamosan olvastam újra a könyvet itt egyik foájéba, illetve hallgattam György Péteréknek a beszélgetését, hogy 45, 47, 80-as évek mai időszak. Azt hiszem a depolitizáció szándéka a mai hatalom részéről megint erősen érezhető, de azt hiszem a lehetőségeik olyan furán visszhangzok önmagamnak. Igen? Nem tudom. Jó. Tehát én egy picit optimistát próbálok talán lenni, és azt gondolom, hogy ma nem lehet úgy depolitizálni, főleg a fiatal társadalmat, a nálam is fiatalabb társadalmat, mint mondjuk ezekben az években vagy évtizedekben, egész egyszerűen mediálisan ez lehetetlen. És de nem, szerintem nem lehetséges. Én azt látom, hogy az én nemzedékem, és az nem pöffeszkedően hangzik, hogy nemzedék, az inkább egy másfajta depolitizáltságba szocializálódott, és azt látom, hogy a nálam 4-5, 8, 9, 10 évvel fiatalabbak, akik valahogy így az elmúlt években léptek valahogy be az életbe, nagybetűsen, azok sokkal evidensebben kezelnek dolgokat. Szerintem egy másik fiatalság, egy másik szociológiai együttes az lehet, hogy 2006 őszén avatódott be sokkal jobban, vagy forróban ebbe az egész diskurzusba. Nekem úgy tűnik, hogy a mi közegünk, vagy a mi diskurzusunk az inkább 2010 után kezdett el ezzel foglalkozni, de konkrétan az én nemzedékem, amit én telepesnek is szoktak nevezni, azt gondolom egy másfajta esztétikai autonómia mellett inkább tett el a voksát, és ezt a politikai aktivizmust, mint irodalmi irányzatot, vagy lehetséges beszédmódot nem műveli annyira nem közvetlenül, de javítsatok ki, ha tévedek, mert tényleg így nem akarok nagyon általánosan fogalmazni. Ami engem még érdekelne, ha már a JAK-ról beszélünk, meg ennek az intézménynek a történetéről, akkor az a funkció, hogy mi lehetett a funkciója 69-ben, 73-ban, a 89-es átmenetkor, amikor valahogy átkibődött ez a szerelem, illetve mi lehet most. És ugye itt a Károlyi Csaba is kap egy ilyen mindenkiről a végén, az a baj a Németh György könyvével szerintem, hogy az utolsó 20 évünk az egy fél oldalra lett összesűrítve, mert valaki más megírhatja, és a Károlyi Csaba az egy mondatot kap, és ezt gyorsan megpróbálom felolvasni. A Moritz ösztöndíjat kapja, illetve azt, hogy ő azt támogatja, hogy 35 év maradjon a korhatár, mert hogy a JAK az a fiataloknak a szervezet, és erről az jutott az eszembe, hogy a JAK vajon olyan, mint a Gyerekvasút, vagy olyan, mint a Közlekedéstudományi Egyetem, tehát hogy kicsibe játsszuk el a mozdonyvezetőt, vagy pedig megtanulhatunk rendesen nagy mozdonyokat vezetni, és én amondó vagyok, hogy ne csak úttörő, sőt nem, gyerek, úttörő, tehát hogy ne csak úttörő vasút legyen ez az egész, hanem inkább valami más is, illetve hogy a fiatal irodalom fogalma állandóan vissza-vissza tér, ez úgy látszik egy ilyen búvópatak, állandóan ennek a metaforája, hogy az mit tud jelenteni, és a... Igen? Úgy látszik akkor...
megalvadt struktúraként itt van állandóan velünk, és azt gondolom, hogy nagyon ahány nyaktag van, annyi válasz van arra, hogy, hogy mi minden lehet a jak. Hú, ez nem szlogenszerű lett. Konkrétan a 35-ös az egy pártállami maradványát az ős Fidesz, ugye 35 év volt, akkor hát mert ők hivatalosan, amikor indultak, a KISZ-nek voltak a annyira, hogy a Maseri Presszóval, Bartók Béla úton az első sajtóértekezletükön, amit én rendeztem nekik az Orbán és a Tajcs kérésére. Lássuk, azt is mondta, hogy sok külföldi műsorban volt hozzá a Miklós. És nem örülnének annyira magunknak. És azt mondta, hogy a Dajcs, emlékszem, és ezt itt annyira, hogy az akkori magyar hivat ügyészte, azt mondta, hogy a pártnak bárki lehet a tagja nálunk, csak a KISZ-nek, nem, mi a KISZ-nek vagyunk az ellenfele. Tehát ez az egész mágikus 35 év, pontosan ahogy mondod, kisdobos, úttörő, kiszes és párt, és ezt a pártalmi felosztást hozza még mindig. Miközben, nem akarok beleszólni ebbe, hogyha mert a vezetés nyilván, hogy fiatalok vannak egymás között, csak ennek a formalitásától kéne, ami még egy írószövetségi pártos kis, bocsánat, van egy ilyen érzésem, hogy ez egy ilyen van. Na mindegy, a lényeg az, hogy én szerintem nagyon nagy a veszély, hogy a civil társadalmi szerveződés fontosságát gondolják az emberek. Egyedül ebben van remény. Ez az egyetlen, ami egy társadalmat előbb-utóbb demokratikussá tesz. Ezt Tocqueville óta elméletileg is tudjuk, és ez az, ami megvéd nem pártok, nem alkotmányok, egyedül a civil társadalom ereje védhet meg szabadságot bármi. Tehát ez egy öncél. De ott van a másik veszély, ugye amikor most elindult a Fidesz korszak mélyén egy ilyen új részben a világáramlatok hatására, ugye mint a 60-as években, ez az új civil társadalmi mozgalom, aminek a Milla, meg a többiek, Occupy mozgalmak, stb. Mintájára, új bázis demokrata fölfogás, megint előre ismétlődik ugyanaz, ami mi keresztül mentünk. Hát a 70-es években a mi ellenzéki mozgalmunk még nem politikai mozgalom volt, hanem az ön saját öncenzúránk ellen irányult, tulajdonképpen az értelmiség árulása ellen irányult, eszünkben nem jutott, hogy a rendszerre, amit ott meg lehessen dönteni, és hogy egyetlen egy dolgot tehetünk, hogy levetkőzzük az öncenzúrát, és pártellenesek voltunk, végtelen a párt és politika ellenesek voltunk, ez volt valahogy a lényegben. És az egész dolog most ismétlődik. Én szerintem, mivel azért alapjába véve a 89 él, a demokrácia él, azok az ösztönök már benn vannak a fiatalokban és mindenkivel, hogy joguk van beszélni, és egy alkotmányos joguk, és ezt kell kiteljesíteni, ezért ezt nem fogják tudni elfolytani, de hát ezt két oldalról folytják el. Az egyik ugye a mai hivatalnak a gongó, nem tudom, ismeritek ezt a fogalmat, hogy gongó és nongó. Ezt én ugye NGO-nak hívják angolul a civil társadalmat, non-governmental, azt jelenti, hogy non-governmental organization, és akkor a nemzetközi zsargonban gongónak, governmental, non-governmentalnak hívják azt a civil társadalmat, amit valójában a hivatal fizet, és abból a célból fizeti, hogy hivatkozhasson a civil társadalomra, amely végül is az utolsó hivatkozási alap minden demokráciának. És hát minél irányítottabb, minél üresebb egy demokrácia, annál inkább csak kétféle civil szervezet van, a gongó, és azt úgy szoktam írni, hogy a nongó. Vagy nem vagy, vagy gongó vagy. Ez megindult, a cöfösítés, ugye ez megindult. És sajnos ugye az előző politikai korszakban a Cuslár Deutsch kompromisszumok vagy mutyik,
már előre vetítették, hogy vagy szocialista érdekű, vagy fideszes érdekű, és akkor kaphat pénzt a központi pénzalapból, vagy nem. És már ugye egyenirányítva lett, vagy csak egyirányú, mert most éppen ilyen van. De a másik irányból is meg nem értés fogadta tehát azt, amikor például mondjuk összefogtak a Bajnaival ezek a civil társadalmi szervezetek, és akkor a szocialista oldalról is meg nem értős fogadja, mert hát ott meg él a hagyománya a transzmissziós színnak. Ugye, ha egyszer civil társadalom, akkor nem eljön utálni a politikát, akkor szeressen minket. Az egyik oldalon a cöpösítő, és másik oldalon meg ez a transzmissziós szemlélet. Megint nincs megengedve a sokszínűség, megint nincs megengedve az, hogy sok oldalról lehet közelíteni egy esetleges új korszakváltás, vagy egy rendszerváltás, vagy egy megújulás, vagy megfésüléshez, bármihez, és hát ezen bizonyos értelemben azt lehet gondolni, hogy ma megint ugyanazon kell keresztül menni a civil társadalomnak, mint régen, annak ellenére, hogy ebben igazad van, hogy ez teljesen más, és ebben az értelemben mintha ugyanaz van. Megint nincs tere, és megint beletévedhet azonban a paranoiákba, és a beszorított helyzet okozta féltékenységekbe és fóbiákba a civil társadalom, amiben Ákosék is annak idején. Meg a kérdezés lehetőségét. Egy dolgot mindenképpen szeretnék Karaszti Miklósnak megkérdezni, ami picit távolabb van a beszélgetésünk témájától. Kemény Istvánnak a Nyakkendő című verse biztos mindenki számára ismert. Van egy fiatalember, akinek a nyakkendőjét megigazítja egy már nem fiatal, viszont komoly ember. Bozóki András idén megjelent, jelenlévő Bozóki András idén megjelent könyvében van egy interjú, ahol ez a történet úgy hangzik el, hogy a Gellért szállóban volt egy fogadás, ahol Orbán Viktor nyakkendőjét Haraszti Miklós igazította meg. Én meg Arakovács Attilától... Én így hallottam. Arakovács Attilától hallottam, hogy jól hallottam tőle? Egy étteremben. Miklós, innentől tiéd a szó, hogy ezt a titkot, vagy ezt nem titkot elem. Anekdotázunk, de ez szigorúan anekdota, és nem politika történet. Annak ellenére, hogy van benne valami... Az irodalmárokat ez a része is nagyon érdekes. Azért Viktor ezt megegyezte, tehát ennél fontosabb dolog az, hogy ő a Fideszt mindig is önálló és később miniszterelnököt és személyesen miniszterelnököt adni szervezetet képzelt el. Ez fontosabb a történet, mint a nyakkendő történet. A lényeg az, hogy a Helsinki Szövetség, a Helsinki Federation-nek a magyar tagozata alakult. És vagyunk, azt hiszem 89-ben már benn vagyunk a parlamentben tárgyalgatunk, három mondatú tárgyalás, ott volt a Viktor is, ötért. Akkoriban ő még hát ultra szinte anarchista liberális volt még az egész társaság, amelynek most már a 60-as évek óta mindörökké az lesz a fiatal feltörekvő nonsalantoknak és hatalom elleneseknek a jelképp, hogy nem hordanak. És akkor erre eljött, ott volt a fiatal Habsburg, ott volt a nemrégi cseh külügyminiszter, a Schwarzenberg, herceg, ott volt a Jerry Lieber, a Nemzetközi Szövetség, Helsinki Szövetségnek a vezetője. Nagyon híres nemzetközi emberek voltak, ott oroszok is, egy orosz is volt. És ott volt, melyik az étterem a Pozsonyi úton, ami a kiskapuk étterem, ami már az, nem olyan kiskapuk. És annak a belső termében, hogy bemegyünk az étterembe a bal szélén, ott volt az ember. A Viktorral én akkor 10 éves nővérfővel voltam, hát azt kell mondani, hogy bizonyos értelemben a tanítványom volt ebben a művészetben, kalkulált provokáció a nagyobb visszahatás kedvéért, amit azért a politikusként tökélye fejlesztett. És
És hát én szerettem. Nagyon szerettem. Büszke voltam rá, hogy ilyen hihetetlen tehetségek vannak a liberalizmus tartalékaiban, amit ő nem kedvelt ennyire később. Már akkor sajnos. De kövér volt rá is már egyszerűen, hogy ezt tudom utálja. De a lényeg az az, hogy oda voltam hozzá. Hát és én ilyen tapizós vagyok, és megtapiztam a repülőjét. Ez igen. Egyszerűen csak szeretet volt benne, és lehet, hogy nem az Edgar Poe, én nem tudom, ő megalázónak érezted, mert mondta, ezek szerint ő ezt mondania kellett másoknak, hogy ez megalázó volt, és akkor ebből lett ez a német vers, és az a legenda, hogy itt kezdődött a mi generációnak és az ő generációnak a meghasonlása, én ezt nem hiszem. Közönség kérdések, hozzászólások. Ha nincsen senkinek, akkor nagyon szépen megköszönöm Mennyhert Annának, Szegő Jánosnak és Araszti Miklósnak, hogy elmondták ezeket a dolgokat nekünk, és én